Színesen szép a világ. Köszöntök mindenkit ezen a héten, és ez itt a Színesen szép a világ című műsor. Őszintén szólva, ami most történik, az nagyon egyedi számomra. Voltak már műsoraimban teológusok, tanítók, presbiterek, zenészek, és még sok más foglalkozású személy is, azonban ami most történik, az számomra teljesen egyedi. Ugyanis velem szemben szintén egy televíziós műsorvezető ül. Köszöntjük a műsorban Sztojka Armandot. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm Csabi a meghívást. Én köszönöm, hogy eljöttél. Nemrég mi már találkoztunk, és egy egész jót beszélgettünk, sőt, nagyon jót beszélgettünk, és már most is egy nagyon-nagyon jót beszélgettünk. Én hiszem, hogy nagyon sok minden tartogat ez a beszélgetés a nézők számára is. Mesélj nekünk, meséld el a te hitedet, oszd meg velünk. Ki vagy te? Mi vagy te? Hogy kezdődött? Nos, én egy olyan családban nőttem fel, hogy hamar elváltak a szüleim. Pólyás kisbaba voltam, tehát én nagyon nem tudom, hogy milyen apával az élet, mert utána az anyukám az egész életét rám és a bátyámra szentelte, és nem ment férjhez, mert félt attól, hogy hogyan fog viszonyulni hozzánk egy nevelőapa, úgyhogy teljesen egyedül nevelt fel bennünket. Így tényleg az édesapámtól nem láttam egy apa képet. Viszont az anyukám az 2 éves korom óta hord bennünket egy gyülekezetbe, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek a Pax TV-ben, hiszen követtem ezt a csatornát, mert én a Golgota gyülekezetben nőttem fel, és néha az is benne szokott lenni. És onnantól kezdve 2 éves koromtól minden vasárnap ott voltam a gyerekszolgálatban, aztán a vasárnapi iskolán, aztán az ifi alkalmakon, és ez úgy haladt, hogy aztán én lettem az egyik ifi vezető, aztán utána dicsőítő pásztor lettem az esztergomi Golgota gyülekezetbe. De ez úgy történt, hogy nagyon szerettem járni a gyerekszoliba, mert olyan volt, mint az ovi. Játszottunk együtt, de kaptunk mellette bibliai üzeneteket, és mondhatni, mire beértem a vasárnapi iskolába, ahol mondjuk most voltak már feladatok, meg lehetett válaszolni, meg kicsit interaktívabb volt a dolog, akkor úgymond megvolt már az alaptudásom, amit a gyerekszoliból nyertem. És nagyon-nagyon szerettem gyülekezetbe járni, nagyon szerettem Jézust, egy nagyon jó apakép volt, egy barát kép volt nekem gyermekkoromban Jézusról. Aztán ahogy felnőttem, vagyis hogy nem felnőttem, de értelmet kaptam, akkor rájöttem, hogy ez több ennél. Hogy csak úgy Jézus a barátom, meg Jézus szeret engem, hanem én tényleg neki szentelhetem az életemet, és én ezt nagyon hamar, 8-9 évesen meghoztam ezt a döntést, és egy ifi alkalom után oda mentem az ifi vezetőhöz, aki egy amerikai misszionárus volt, és mondtam neki, hogy én szeretnék megtérni. Mindezt 8-9 évesen? Igen. És akkor ott együtt így szólt is az ifi csapatnak, mindenki nagyon örült, és akkor együtt ott elmondtuk a megtérőimát, és aztán 10 évesen a pásztorom leült velem külön beszélgetni, mert én jeleztem felé, hogy szeretnék bemerítkezni, és pont akkor bemerítkezett a bátyám is. És én tudtam azt 10 évesen, hogy nagyon fiatal vagyok, és lehet, hogy ezért valaki így cikizni fog, vagy azt fogja mondani, hogy csak a bátyám miatt. De ez már nálad ez egy szívbéli döntés volt, vagy pedig láttad a bátyádat, és akkor te, mint az öcs, mentél utána? Nem, én ezért pont le is ültem a pásztorral beszélni, hogy figyelj, én nem a bátyám miatt, hanem én ezt szeretném, én ezt olvasom a Bibliába, és én ezt mindenféleképpen szeretném. Mi olyat találtál ilyen idősen a Szentírásban, ami miatt azt mondtad, hogy már pedig te határozottan ezt akarod? Azt, hogy volt egy tanítás, és Jézus ment keresztelő Jánoshoz, ugye, aki készítette elő az utat, és láttam azt, hogy Jézus bemerítkezik, ugye olvastuk, és hogy így nagyon érdekes volt nekem, hogy a bemerítkezés az egy olyan szent dolog, ahol megjelenik a Szent Háromság, mert Jézus bemerítkezett, ott volt ő, mint fiú, szeliden rászállt a galamb, aki jelképezte a Szent Lelket, és hang hallatszott a mennyből, hogy íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és ott volt az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy helyen. És hogy ez nekem akkora dolog volt ott 10 évesen, hogy azt a bemerítkezés az ennyire fontos, hogy az egész Szent Háromság ott volt abban a pillanatban,
Én ezt szeretném. Ezt akkor még tanultad, vagy te már 10 évesen ezt megláttad az írásban, hogy ott ugyan... Nem, ezt tanultam. Ezt akkor ezt még tanultam. Tanultad. Igen. És akkor megszületett benned ez a döntés, hogy te meg akarsz keresztelni. Igen, és van egy Vajtán egy központunk a Zicsi kastélyban, és oda ugye minden nyáron mentünk anyával, és ott minden pénteken vagy csütörtökön volt lehetőség bemerítkezésre, és én ezt akkor úgy döntöttem el, hogy ez kb. Így évközben volt. És akkor már mondtam, hogy na majd, ha megyünk Vajtára nyáron, akkor szeretnék bemerítkezni. És ez meg is maradt benned addig, és megtörtént akkor ott. Így van, igen, igen, igen. Aztán a bátyám elkezdett tanulni dobolni. De csak ilyen káhon, tehát nem ilyen nagy dob. Elkezdett káhonozni, és csak úgy hallottam a háttérben, hogy ha van gitáros barátja, akkor arra nagyon jó, hogyha valaki gitározik vele, és akkor ő gyakorolhatja azt, hogy tartsa a tempót, metronommal, meg ilyesmi. És akkor így az anyukámnak mondtam, hogy akkor én szeretnék egy gitárt, és akkor anya így nagyon örült, hogy jaj, de jó lenne, hogyha az egyik fiam gitározna, a másik dobolna a gyülibe. És elkezdtem tanulni a pásztorom, elkezdett tanítani nekem pár akkordot, és azokat gyakoroltam hűségesen otthon, aztán rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy jól gitározzál, nem csak az akkordokat kell jól fogni, hanem kell egy jó kis ütemérzék ahhoz, hogy pengesél, ezért elkezdtem kahonozni is, és akkor ez úgy jött, hogy ilyen 12 éves koromban már gitároztam Isten tiszteleten, mert annyira ment, ugye? Jó. Sokan mondják, hogy a romaságom miatt, de ebbe tényleg hiszek, hogy valahogy tényleg a családunkban is sok zenész van, és valahogy így a tehetség az úgy bennem volt, hogy zeneiskola nélkül ösztönből utána már mentem a hangok után, és most már ott tartottunk utána, hogy én tanítottam azt, aki elkezdett engem tanítani gitározni. Nem mondod? Úgyhogy az úgy nagyon, nagyon belejöttem ott a gyülibe, és akkor... először csak háttérgitáros voltam, aztán elkezdtem kahonozni a gyülekezetbe, és egyszer csak jött az a dolog, hogy visszatértem a gitárhoz, és elkezdtem otthon énekelni, de csak én otthon a szobámba, mert nagyon szerettem úgy állítatokat tartani otthon, hogy nem dicsérő dalokat hallgattam, hanem én énekeltem a dicséreteket. És elmentünk Győrbe evangélizálni, mi Esztergomban nőttünk fel a bátyámmal, elmentünk Győrbe evangélizálni, és nagyon hosszú volt az út, és mikor megérkeztünk, ugye nagyon tesós kapcsolatban voltunk az ottaniakkal, és én elaludtam ott a barátomnak a szobájába, akik úgy vendégül fogadtak minket, mert suli után indultunk, egy péntek esti érkezés volt, és szombaton egész nap evangélizáltunk. És itt suli után fáradtan utaztam még Esztergomból Győrig, mentem és lefeküdtem a szobájába aludni, és közben nekik jött egy telefon, hogy lebetegedett a dicsőítés vezető, aki az evangélizáción vezetni a dicsőítést. Én azt hittem, hogy csak kahonozni fogok ott az utcán, még evangélizálunk. És ők eldöntötték maguk közt, hogy akkor én fogom vezetni a dicsőítést ott az utcán. És akkor felkeltem, és akkor mondták, hogy ez így fog történni, hogy pár dalt játszok az utcán, és akkor úgy fogunk evangélizálni. És úgy féltem tőle, és mondom, ne már, hát Angelo, mondtam a bátyámnak, hogy ezt hogy tehetted ezt, de miért nem védted meg az öcsédet, hogy azért én még nem tartok ott énekben, hogy vezessem a dicsőítést, és mondta, hogy dehogy nem, hallgattam, és ő mindig azt mondta, hogy hát ezt még gyakorol, tesó, ezt inkább bírd le, tudod, így hülyéskedett velem, és amikor tényleg ott voltunk, akkor pedig azt mondta, hogy figyelj, jól mennek azok a dalok, játszd el őket. És te hittél ebben, hogy az tényleg jól megy? Akkor még nem annyira. De amikor tényleg kiálltam, és izgultam is, de amikor ott voltunk már az utcán, és ment az evangelizáció, és elkezdtem zenélni, onnantól elszállt minden. Ezt úgy kell elképzelni, én amikor beszélek az igéről, akkor van az a pillanat, amikor érzem, hogy most már nem én beszélek, hogy már nem egyedül vagyok, hogy már ez nem az az emberi mi volt. A dicsőítést ugyanígy kell elképzelni? Átveszi a szellem a vezetést benne? Detto ugyanez, teljesen átveszi a vezetést. Én hála Istennek akkor már tartottam úgy gitárban is, meg ugye mivel így nőttem fel a keresztény szövegeket, így itt szórom ki, tehát hogy nem kell zeneileg rákoncentrálnom, és teljesen szabadon tudok dicsőíteni, teljesen át tudom magam adni, és vezet a lélek. Azonban a szolgálatod az most mondhatjuk úgy, hogy
hogy mondjam, inkább félbeszakadt, álmost, pihenteted, ugyanis más szolgálatot végzel a te szavaiddal élve, és egy nagyon csodálatos szolgálatot végzel. Mesélj erről, kérlek. Igen, ott megállt, tehát így elkezdtem utána dicsőíteni, utána már vasárnapon, Isten tiszteleteken is, és utána olyan szinten ment ez a dolog, hogy Esztergomban annyi zenész volt a Golgota gyülekezetben, hogy több csapatot tudtunk képezni, tehát több dicsőítés vezető volt, és akkor nekem itt ebben annyi volt a szerepem, hogy én így beosztottam a zenészeket, meg az ifikkel külön foglalkoztam, és akkor már nem csak zeneileg vezettem a csapatot, hanem lelkileg is bibliáztunk a próbákon, kicsit tanítottam, kicsit olyan pásztoroltam a dicsőítő csapatot, és aztán jöttek az ifi alkalmak is, és akkor úgy nézett ki akkorjában egy hetem, és erre csak azért akarok kitérni, mert majd visszatérek erre, amit most fogok mondani, hogy nagyon figyeltem akkor a tanítókra, amikor azt mondták nekem, addig szolgálj, amíg szabad vagy, mert hogyha jön a család, jönnek a gyerekek, jön a feleség, akkor kevesebb időd lesz szolgálni. És ezt nagyon megfogadtam, úgy nézett ki, hogy hétfőn mentem egy idősek otthonába, és ott én gitároztam, pár dalt meg énekeltem, aztán a pásztor tanított. Kedden szintén mentünk egy másik idősek otthonába, szerdán ima alkalom volt, csütörtökön dicsőítő próbát tartottunk, pénteken ifjúsági alkalmon voltunk, szombaton elmentem egy győri roma gyülekezetnek segíteni, és vasárnap ott voltam az esztergomi Golgota gyülekezetben délelőtt, délután pedig jöttem fel Pestre, és a vasárnap estéken vezettem dicsőítést. Úgyhogy hétből hét napot szolgáltam intenzíven, suli mellett. Folyamatosan? Tehát ez nem egy hét volt, hanem te ezt intenzíven így csináltad? Nem, ezt ilyen két és fél évig nyomtam keményen. Nem semmi. És hát kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de aha, hogy ez így tényleg rendszeres volt. És most megnősültem. Gratulálok. Köszönöm szépen. És október 16-án feleségül vettem azt a lányt, akiben nagyon szerelmes lettem, és hiszem, hogy az Úrtól van, és akkor visszavettem a szolgálatomból. Ugye fel is költöztünk Budapestre, mert közben a munkám pedig itt volt Pesten, és én mindössze azért nem költöztem fel eddig Budapestre, mert nem volt kivel, és romaságomból kifolyólag ciki lett volna az így a kultúránk miatt, hogy mondjuk barátokkal összeköltözzünk, vagy csak úgy. Egyedül semmiféleképp nem akartam lakni, ha meg valakivel, az meg úgy ciki lett volna, ezért azt vártam, hogy megnősüljek, és majd a feleségemmel Budapestre költözök. Így viszont ugye történt egy gyülekezetváltás is, mert felköltöztem Pestre, azért a budapesti Nagy Golgotában úgy be kell még illeszkednünk, a feleségem is kicsit otthon érezze magát, és elsősorban nekem most az a szolgálatom, hogy férj legyek. Viszont ugye a munkámból kifolyólag pedig eddig dolgoztam egy televízió csatornánál, aminek lett egy rádiója, született belőle egy rádió, és ott felkérést kaptam, képzelt, hogy egy keresztény műsort csináljunk, és kikérték a véleményemet, hogy tudnánk úgy keresztény műsort csinálni, hogy vallásokat ne sértsünk meg. És akkor ezen én agyaltam, és tényleg így nagyon sokat gondolkodtam, meg imádkoztam, inkább azt mondom, hogy kiimádkoztam azt, hogy legyen egy olyan műsor, amivel semmilyen felekezetet nem sértek meg, és belefér. És mi a stratégia, meséld el? És végül az született, hogy behívom a katolikust, a reformátust, a szabad keresztényt, a hídgyűlist, akár a buddhistát, akár a bármilyen vallású embert, és az ő személyes hitéről tegyen bizonyságot, hogy miért hisz abban, amiben hisz. És akkor nem felekezeteket nézünk meg nem vallási nézeteket nézünk meg, hanem mindig az adott személy, a vendégem mondja el az ő saját magának a nézetét, hogy milyen szemüvegen keresztül látja a világot, és miért van meggyőződve arról, amiben hisz. Hallottam egy teóriát. Valaki azt mondta, hogy tulajdonképpen azért nem szabad elítélnünk semmilyen vallási felekezetet sem, a legtávolabb esőt sem Jézus Krisztustól, mert nagy vonalakban, gyökereiben ugyanonnan származnak ezek. Tehát hogy elméletiben mind arra építkezik fel, hogy van egy nálunk sokkal magasabb rendű erő, ami irányítja a mi életünket, és az, hogy ez egyik vallási felekezetben ide fordul egy picit, másikban oda fordul egy picit, az egy dolog, de hogy alapjaiban mindegyik ugyanaz. Neked mi a véleményed erről?
alapjaiban tényleg, mármint, hogy érted, felekezetek között, vagy szerinted, vallások? Szerinted minden vallásnak a teteje az Isten, még hogyha nem is így nevezik ők meg. Mi a véleményed? Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mióta ezt hallottam. Egy műsorban hallottam, hogy tulajdonképpen Istenhez vezethető vissza minden szál. Te úgy gondolod, hogy ez így ámblok globálisan a vallásra igaz? Istenhez vezethető vissza minden szál? 80%-ban szerintem. Tehát azért vannak olyan vallások, amik egyértelműen nem, de van sok olyan, igen, amit én is azt mondom, hogy hát miért nevezitek máshogy? Hát nem tiszta nektek a kép, hogy ez Isten. És amikor olyannal találkozol, akire azt mondod, hogy azért van az a 20%, ami nem. Az elfogadás a szívedben velük kapcsolatban is pont ugyanúgy él, mint azokkal, akikkel azért nagy vonalakban ugyanabban hisztek, vagy azzal kapcsolatban már nehézkesebb elfogadónak lenni. Hogy éled ezt meg? Nem is azt mondom, hogy nem elfogadó vagyok, hanem úgy vérzik a szívem. Úgy sírni tudnék értük, hogy... Tehát, hogy nem szeretném bántani őket, de úgy fáj nekem az, hogy miért nem látják azt, amit mi látunk. És ilyenkor megragadod az alkalmat? Te, mint az evangélium hirdetője ezeknek a más vallású kultúrából érkező embereknek, hogy kihirdesd az evangéliumot? Megszoktam, és sokszor, tehát, hogy addig szoktam csak, amíg nincs belőle veszekedés. Tehát általában utána az van, hogy jön a vádaskodás, és akkor abban hagyom. Tehát, hogy figyelj, nem szeretnélek megsérteni ezzel, bocsánat, én csak felhoztam ezt a dolgot, és akkor nem beszélgetek tovább. Igen, én is ezt látom közel, de nem is olyan rég értem meg. Bekerültem, becsöppentem egy közösségbe, ahol nagyon jó indulattal elkezdtek valakit megtéríteni, aztán amikor nem tért meg, akkor ez átment egy ilyen erőszakos cselekvésbe. És mi a véleményed erről? Hogyan lehet ezt átadni megfelelő módon? Hú, nagyon kényes téma, és... Ugye azt tudnunk kell, hogy az embernek az életében több lépcsőfok kell ahhoz, hogy megtérjen. Többször kell. Van egy ilyen statisztika is, hogy átlagosan 10-szer kell, hogy meghallgassa az evangéliumot ahhoz, hogy megtérjen. És ez nem feltétlenül az, hogy én elmondom neki 10-szer, és akkor 11-ére meg fog térni, hanem akkor te már egy erőszak leszel. 10 csatorna, inkább 10 külön csatorna? Szerintem igen. Te legyél egy. És az más, hogy emlékszel, amikor ezt hallottad, vagy visszautalsz, vagy elhívod Gyülibe, vagy bármi ilyesmi, az úgy még szimpatikus úgy tud lenni, és úgy vissza tud rád emlékezni, amikor megint hallani fogja, hogy ja, igen, elmondta nekem a Csabi is. De amikor tényleg sokszor mondod egy embernek, és én ezt tapasztaltam, ez tényleg így történt, így mondtam, akkor már mondta, hogy hagyjál már engem békén meg. Na azért se fogok megtérni. Akkor jó esetben mondhatjuk azt, hogy ha valaki a te szabadra tér meg, akkor nagy valószínűséggel a 10. vagy, aki elhozta az evangéliumot neki. Igen, de az is lehet egyébként, hogy őnek egy olyan puha szíve volt, és már annyira előkészített őt a lélek, hogy egyszer elmondod neki, és megtér. Tehát vannak emberek, akik úgy már magukba keresték annyira Istent, csak úgy nem látták még tisztán, hogy is kell oda menni. De vannak emberek, igen, akik előtt vannak akadályok is. Azt mondtad, hogy a szolgálatod most áll, és egy gyönyörű szolgálatot végzel, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Te most férj vagy. És igen. Így most ráfektetted a hangsúlyt a munkásságra, és gondolom akkor az otthoni életre. A munkásságod is elég sok lábon áll. Én láttalak téged televízióban, hallgatlak téged a rádióban, mindemellett egyébként az interneten is folyamatosan, és ami engem nagyon megfogott a munkásságodban egyébként az is, hogy nem fejezted be a szolgálatot, hiszen hát egy keresztény műsort vezetsz most is, tehát a szolgálat nem hagy téged békén. Ez csodálatos. Igen, és született bennem ebből kifolyólag egy bibliai kép, mert amikor én leraktam a szolgálatot, én először nem mondtam el a feleségemnek, hogy én miattad. Tehát, hogy ő kérdezte, hogy miért nem, meg csodálkozott rajta, hogy miért nem szolgálok, és úgy nem akartam neki azt mondani, hogy figyelj, miattad, mert most úgy állunk, hogy én most feléd akarok szolgálni. És, hanem úgy mondtam, hogy hát most úgy érzem, hogy most más feladatom van, és máshogy kell helytállnom. Most már elmondtam neki, és ő is megérti, és jól sült el a dolog. De ugye ez úgy történt, hogy nekem nagyon vérzett a szívem. A csapatomért, az ifiért, mindenért.
De közben valahogy nem tudod lerakni a szolgálatot, mert elmész a gyülibe, és azok az emberek, akiket te vezettél, azok hozzád fognak odajönni kérdést feltenni. Téged kérnek meg, hogy te imádkozz értük. Tehát valamilyen szinten a szolgálat az még ott van az életedben, csak nem a nyilvános szolgálat, hogy te most tényleg minden vasárnap felkészülsz, vagy minden pénteken felkészülsz az ifire, és nem az van, hogy te megosztod az igét úgy, hogy tényleg te vagy ott a programba beírva, meg te vezeted a dicsőítést, de valahogy azért egy szolgáló nem tud teljesen elválni a szolgálatától, mert Isten elhívása ott van az életedben. A másik, ami nekem még különösen tetszik a munkásságodban, hogy egyedülálló dolgot végzel. Te csak a tévében, a rádióban is, a tévében biztosan tudom, hogy igen, a rádióban nem tudom, azonban az interneten is roma nyelvre tanítod az embereket. Igen. Ez is az Istennek egy hatalmas nagy kegyelme, mert mindig mondtam másoknak, de jó, hogy te két nyelven beszélsz, ugye a Felgolgotha Gyüliben, amikor fordítják az angol tanítást magyarra, és mondom, hogy de jó neked, és mindig mondták, hogy de miről beszélsz, te is két nyelven beszélsz, hát beszélsz cigányul, meg magyarul, nem? És így mindig úgy voltam vele, hogy igen, de angolul nem olyan jól beszélek, csak amit így a suliba tanultam, és az olyan kevés, és a cigány nyelven mi hasznom van, tehát hogy megtanulok jól angolul, lehet, hogy egy tök jó cégnél el tudok helyezkedni, mert előny az angol vagy a német nyelv, de cigány nyelven mit fogok kezdeni? És képzeld el, hogy jött a lehetőség, hogy egy országos televízió csatornában csinálok egy nyelvoktató műsort, amiben úgy viszonylag nagyon szabad kezet kaptam. Hogy így tényleg mind képvilágban, mind úgy tematikailag, hogy rakjam össze a műsort, azt így megkaptam, és elkezdtük csinálni, és olyan visszajelzése volt, hogy az egyik legkedveltebb műsora a csatornának, és így leszólítottak az utcán, hogy szia tanár úr, meg minden, és úgy olyan furcsa volt, hogy figyelj, én nem vagyok igazából nyelvtanár, én műsorvezető vagyok, csak beszélem anyanyelvi szinten ezt a nyelvet, de utána nagyon komolyan összeraktuk, hogy lehet adásról adásra fejlődni, és tényleg tanulni ezt a nyelvet, és olyan szinten van, hogy felrakok a TikTokra egy videót, és 1.400.000-es megtekintés van rajta. Ezt akartam kiemelni, hogy azért neked az interneten is eléggé bejött ez, és azt látom a visszajelzésekből, hogy nagyon szeretik, amit csinálsz. Na most annyi még, hogy nem biztos, hogy a nézők számára egyértelmű, mert igazság szerint magának a cigányságnak sem egyértelmű. Ha azt mondják, hogy roma ember, akkor nagyjából a nyelvet is társítják az emberhez. De én például itt vagyok roma emberként, és nem én, hanem a szüleim, a nagyszüleim, és igazából a családomon senkiről nem tudok, aki roma nyelven beszélt volna. Meséld meg egy picit el, hogy minek a függvénye ez, és hogy van ez, hogy egyes roma emberek roma nyelven beszélnek, mások pedig egy szót sem tudnak. Azért, mert több nációból áll a cigányság. Tehát az az érdekes benne, hogy ugye a többségi társadalom, amikor azt mondja, hogy cigány, akkor úgy mindenkit egy kalap alá vesz. Miközben van a muzsikus rész, vannak a magyar cigányok, ugye ezt cigány nyelven úgy mondjuk, hogy romungro, ugye az is azt jelenti, hogy magyar cigány, aha, rom a cigány, az ungro a magyar, és vannak az olán cigányok, de vannak gábor cigányok, és ugye nagyrészt az olán cigányok beszélnek lovári cigány nyelvet. A bejás cigányok beszélik a bejás nyelvet. És van a romungrók között sok, aki beszéli a rumungró cigány nyelvet, ami egy picit el van magyarosítva, sokat értek belőle, de sokat nem. Például mi azt mondjuk, hogy zsanáv, hogy tudom, ők azt mondják, hogy zsanáv, kicsit J betűvel, és picit más, de azért megértem. Te melyiket tanítod? Én a lovári cigány nyelvet tanítom, ebben nőttem fel, óvodában felírtam mindig az óvónéninek, az anyukám, hogy mit jelent az, hogy kérek pályit, mert egy kicsit össze voltam zavarodva, és többet beszéltem cigányul, mint magyarul óvodában. Tehát az óvodában tisztult ki nekem a magyar nyelv. Viszont képzeld, én azt vettem észre, és lehet, hogy nem jól tudom, úgyhogy egy kis segítséget kérek tőled, hogy én amikor roma embereket roma nyelven hallok beszélni, akkor megvan ám tűzdelve rendesen magyar szavakkal. Ez miért van? Azért, mert vannak mobil szavaink. Ezek a mobil szavak azt jelentik, hogy amikor megalakult a cigány nyelv, ez akkoriában, amikor megalakult, ugye vándoroltak
a cigányok, és azért beszéltek cigányul, hogy ne értsék azok. Tehát ne értsék azok, ahol éltek. Tehát mondhatom azt, hogy a magyarok, a németek, a lengyelek ne értsék. És ők egymás között tudjanak kommunikálni. És ugye ők alakították ki egymás között ezt a cigány nyelvet. És amikor megalakult ez a nyelv, akkor még nagyon sok dolog nem volt a Földön. Tehát hogyha én azt mondom, hogy karma pemuro telefono, ugye hív fel az én telefonomon. A német cigány azt fogja mondani, hogy karma pemuro handy, mert a handy náluk a mobil szó. Vagy hogyha én azt mondom, hogy avavripo erkéi, gyere ki az erkére, egy angol cigány azt mondja, hogy avavripo balkon. Aha. Tehát, hogy vannak ilyen mobil szavaink, amiket mindenki az adott országából így beletesz, esetleg adunk neki egy cigány ragot, és ettől lesz ez a mobil szó cigány raggal megállva, mint például nem csak simán karma pemuro telefon, hanem karma pemuro telefon O, és akkor ott van az az O képző, amitől kapott egy cigány ragot. Tudom, hogy elsősorban te most férként szolgálsz, azonban bátorkodnék kicsit visszahúzni téged a szolgálatba most. Két dolog kapcsán is. Az egyik az, hogy kössük akkor össze ezt egy picit a munkásságoddal. Te, mint keresztény ember, keresztény nyelvtanár, mi az, amit a közönségnek most így az evangéliummal kapcsolatban megtudnál? Mi az az egy mondat, amit te most így megtanítanál az embereknek? Hát ugye a cigányságomból adódóan, ugye én egy kicsit rafinált is vagyok ebből a szemszögből, hogy ugye sok követőt szereztünk akár a zenével, akár ezzel a nyelvoktató dologgal, viszont mindig belecsempészem a nyelvoktatóba is, meg a zenékbe a is, kereszténységet. A kereszténységet, és az a sok követő, ha szeretné, ha nem, valahogy hallgatja az evangéliumot, mert ha cigányul meg akar tanulni, akkor valahogy benne van. De ami a legfontosabb üzenetem így a nézőknek, az az, hogy a Jézus kaméltó. És ez azt jelenti, hogy Jézus szeret téged. Csodálatos. Még egy szolgálat, hogyha lehetséges, hogy te dicsőítésvezető vagy. Te rengeteget dicsőítettél. És ezt most egy picit félbeszakítottad, és most inkább férként szolgálsz, ami még egyszer mondom, nekem csodálatos. Ez, amikor először hallottam tőled, hogy az a szolgálatom, hogy fér vagyok, hát ez valami csoda. Azonban visszahúzhatnálak egy picit ebbe a zenei szolgálatba, a dicsőítő szolgálatba. Volna kedved nekünk dicsőíteni egy picit? Persze, természetesen. Ez a mi műsorunk arról híres, hogy mi meghívunk keresztény embereket, akik megosztják velünk a hitüket, mindemellett egy dicséretet is megosztanak velünk az ő szájukból. Én most erre szeretnélek téged kérni. Én nagyon köszönöm neked ezt a lehetőséget, ugyanis pont amikor így az ember készül visszaállni a szolgálatába, akkor Isten ad neki ilyen lehetőségeket, hogy megkértek a rádióban, hogy vezessek keresztény műsort, hogy te behívtál ebbe a műsorba, és megkérsz, hogy énekeljek el egy dicsőítő dalt, ugyanis most szeretnék visszaállni, és kaptam is egy képet a Bibliából, amit így röviden szeretnék elmondani, hogy Péternek azt mondta Jézus, hogy háromszor fogsz engem megtagadni, mire a kakas megszólal. Ugye tudjuk a Bibliából, hogy ez így is történt, és miután Jézus visszatért, találkozik Péterrel, és megkérdezi tőle, hogy Péter, szeretsz-e engem? Péter válaszol, hogy igen, Uram, szeretlek. Megint megkérdezi tőle, Péter megint mondja, hogy igen. Jézus hozzáteszi, hogy legeltesd az én juhaimat. És harmadszor is megkérdezi, Péter, szeretsz engem? És Péter már szomorú, és azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. És Jézus megint mondja neki, legeltesd a juhaimat. És itt háromszor tagadta meg, háromszor volt lehetősége Péternek elmondani, hogy szeretlek, és Jézus háromszor azt feleli neki, hogy legeltesd az én juhaimat. És ezt a nézőknek mondom, hogy bárhogy úgy érzed, hogy te már túl sokat tettél Jézus ellen, Jézus ugyanúgy, hogy Péterre volt egy rendezetlen ügyük, ami nem Jézus felől volt rendezetlen, hanem gondolom, hogy Pétert zavarta ez a dolog. Jézus ezt pontosan tudta, és háromszor adott neki lehetőséget, és háromszor vissza is állította őt a szolgálatba. Ezt hívják úgy, hogy háromszor tagadtál meg, háromszor állítalak vissza. Teljes helyreállítást. Tehát bármit tettél, Jézus teljesen helyre akar téged állítani. Hát és akkor ezt most alátámasztjuk egy gyönyörű dallal is. Mit fogunk tőled hallani? Te vagy az Isten című dalt. Furcsa módon én vezetem a műsort, mégis én fogok korábban elbúcsúzni, mint te. Én nagyon szépen köszönöm a nézőknek, hogy elkísértek minket erre a beszélgetésre.
számomra nagyon meglepő volt, nagyon sok mindent tanultam, sok mindent hordozott magába, tanultunk ezen a napon cigány nyelven, meghallgathattunk egy gyönyörű bibliai történetet, azt is megtudtuk, hogy teljes értékű szolgálatnak minősül az, hogyha otthon vagyunk a társunkkal. Most pedig meghallgathatunk egy dalt Sztojka Armandótól. Én búcsúzom mára, áldott napot kívánok mindenkinek! Hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Uram, te hozzád közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illatoltárodom, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hallgam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illatoltárodon, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom.